Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Fekete hétvége, 14 baleset történt Tolna megyében. Kamion rakterében bújtak el, illegális bevándorlókat fogtak a Tolna megyei rendőrök. Veszélyek a strandon, tolvajok áldozataivá válhatnak a vízparton pihenők. 8 ország, 2500 kilométer, Paksra érkezett a nemzetközi Duna túra. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Halálos és súlyos sérüléssel járó baleset is történt Tolna megyében a hétvégén. A rendőröknek összesen 14 alkalommal kellett ilyen esetek miatt intézkedniük. Csak a kerekei látszottak ki a vízből a kerti traktornak. A jármű és az utána kötött potkocsi is teljesen elmerültek, miután fejjel lefelé a tóba borultak. A traktort vezető férfi valószínűleg lekaszált füvet akart szétteríteni a parton. Ekkor történt a baleset, ami a férfi vízbe fulladásához vezetett. Vélhetően tolatást hajtott végre, melynek következtében ismeretlen okból bele zuhant a tóba. A férfi a helyszínen életét vesztette, a kiérkező mentők életét már nem tudták megmenteni. Motor fekszik az úton, körülötte pedig rendőrségi jelzőfesték. Kis Székelynél történt ez a másik baleset. A sofőr Tolna Némedi felé tartott, egy balra ívelő kanyarban veszítette el uralmát a kétkerekű jármű felett, súlyos sérüléseket szenvedve. Lesodródott az útról, majd nekiütközött egy betonoszlopnak, amely mind a járművet, mind pedig a szemét megdobta, és a jármű a bal oldali forgalmi sávban tért nyugalmi helyzetére. A férfi a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Ezeken kívül összesen még 12 baleset történt Tolna megye útjain, kettőnél többen is könnyebben sérültek. A rendőrség szóvivője azt kéri, mindenki vezessen óvatosan. Illegális migránsokat fogtak a rendőrök az M6-os autópályán Dunaföldvár környékén. A magukat afgán és pakisztáni állampolgárnak valló férfiak jogellenesen jutottak be Magyarország területére egy kamion rakterében. A rendőrség adatai szerint az elmúlt időszakban nem nagyon fordult elő ilyen eset, nem úgy, mint 2017-ben, amikor 45 migránst fogtak el a rendőrök és két férfival szemben indítottak eljárást embercsempészet miatt. Ezek a felvételek két évvel ezelőtt készültek egy bolgár férfi elfogásakor. Az embercsempész 2017. októberében próbált meg migránsokat illegálisan Ausztriába szállítani Tolna megyén keresztül. Rajta kívül 6 bevándorló ült az autóban. A férfi egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként követte el az embercsempészetet. Vallomásában pedig azt mondta, síelni indult a szomszédos országba. Igaz, ehhez sem felszereléseket, sem készpénzt nem vitt magával. A férfi akkor a bíróság nem jogerősen 2 év fegyházbüntetésre ítélte. Nem sokra rá újabb embercsempészt fogott el a rendőrség, ezúttal is az M6-os autópályán Bátaszéknél. Itt egy szerb férfi vezette azt a furgont, aminek a lezárt, alig szellőző rakterében 37 migráns talált a hatóság. A kocsi alkalmatlan volt az emberek szállítására, a raktérben utazóknak alig volt helyük és levegőjük. Ez pedig már friss kép, a rendőrök 2 illegális migránst fogtak ugyanis a minap az M6-os autópályán Dunaföldvár környékén. A magukat afgán és pakisztáni állampolgárnak valló férfiak egy kamion rakterében bújtak el, így jutottak be az ország területére. Majd itt a dunaföldvári szakaszon 2018. július 18-án a délelőtti órákban ismeretlen okból kiszálltak a kamionból, és megpróbáltak segítséget kérni. A helyszínen voltak az M6-os autópálya üzemeltetésének a munkatársai, akik azonnal rendőri intézkedést kértek a helyszínre. Bátaszéki autópálya alosztály munkatársai jelentek meg az M6-os autópályán, ellenőrizték a személyeket, akik semmiféle okmányt bemutatni nem tudtak. Ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A rendőrség adatai szerint az idei évben ez volt az első ilyen eset. 2018-ban is mindössze 2 illegális migráns fogtak el a rendőrök Tolna megyében. 2017-ben azonban összesen 45 migráns került rendőrkézre, és két férfival szemben indítottak eljárást embercsempészet miatt.
Jövőre megszüntetik az országos képzési jegyzéket, és egy teljesen új, korszerűbb rendszert állítanak, felértesült a magyar nemzet. Ölöskei Gáborné, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az országos képzési jegyzékre épülő rendszer elavult, ezért olyan szisztémát alakítanak ki helyette, amely jobban igazodik a gyorsan fejlődő gazdasági környezet igényeihez. Alapszakmákat ezentúl kizárólag iskolarendszerben lehet majd oktatni, a felnőtt képzésben viszont nem lesz korlátozás, annyi rövidebb idejű speciális szaktudást nyújtó szakmai képesítést lehet majd szerezni, amennyit a munkaerőpiaci helyzet éppen indokol. Nincs közhiteles adatbázis több százezer nyelvvizsgáról, amelyeket 1967 és 2000 között adtak ki. Ha valaki elhagyta a 2000 előtt megszerzett nyelvvizsga bizonyítványát, azt senki nem tudja pótolni ma Magyarországon, írja az Index. A portál azt írja, a letett nyelvvizsgákról korábban készültek ugyan nyilvántartások papíron, amiket sokáig a Rigó utca pincéjében tároltak, de az többször is beázott, és az amúgy is rendezetlen iratok egy része megsemmisült. A nyelvvizsgáztatás rendszere 2000-ben alakult át, ekkortól a nyelvvizsgák és a nyelvvizsga központok szakmai felügyeletét a nyelvvizsgáztatási akkreditációs központ látja el, de a központ is csak a 2000 után született nyelvvizsgák hitelességéért vállal felelősséget. Tolvajok áldozataivá válhatnak azok, akik nem kellően körültekintően strandolnak, sok bűnöző ugyanis kifejezetten a vízparton pihenőkre vadászik. A rendőrség szóvivője azt mondja, egy kis odafigyeléssel könnyen elkerülhető, hogy bárki áldozattá váljon pihenés közben. Szinte mindenki ellátogat időnként valamelyik szabadtéri vízpartra vagy strandra a nyár folyamán. A hűsítő pihenés viszont veszélyeket rejtett, a tolvajok ugyanis kifejezetten kedvelik az ilyen helyszíneket. A rendőrség szóvivője szerint éppen ezért érdemes csak annyi pénzt magunkkal vinni, amennyire feltétlenül szükségünk lehet. Lehetőség szerint akár a medencébe, műanyagtartóba vigyük magunkkal, ne hagyjuk a strandon őrizetlenül értékeinket. Tehát ha csoportosan érkezünk a strand területére, vagy bármilyen fürdőhelyre, akkor ne csináljuk azt, hogy letakarjuk egy törölközővel, és elmegyünk, ott hagyjuk a plédünket, illetve az általunk oda készített értékeket, mert azok, akik ezzel foglalkoznak, természetesen kifigyelik. Hasznos lehet az is, ha értékmegőrzőben vagy autóban hagyjuk például a mobiltelefont, és ott is érdemes lehetőleg a csomagtartóba rejteni az értékeket, oda ugyanis nem látnak be a tolvajok. A parkolókban is vannak olyan személyek, akik figyelik azt, hogyha értéket látható helyen helyezünk el a járművükben, akkor azt esetleg fel is törhetik, és az autónkat kipakolhatják. Az alkoholfogyasztással is érdemes csínyán bánni, a forróságban ugyanis sokkal előbb árt meg az ital. A rendőrség ezért kifejezetten azt is kéri, hogy aki ivott, ne menjen vízbe. A falunapok már a legkisebb közösségekben is annyira színesek, hogy sokszor felveszik a versenyt nagyobb települések hasonló rendezvényével, és a környéket is megmozgatják. Ezt tapasztaltuk Kismányokon és Szakcson is az elmúlt szombaton, a valóban fesztivál jelleget öltő falunapokon. Ilyenkor a falunapon azok a specialisták gyűlnek össze Szakcson a főzőversenyen, akik társasági összejöveteleken és más versenyeken is főznek. Darált paprikát használunk, amit ősszel elteszünk, lesózzuk, és akkor azt tesszük a hagymára alapba. Szigorúan tilos, hogy ez a paprika, más tilos betenni? Csak én ezt szoktam megcsinálni, és utána teszem rá még a rendes porpaprikát, és akkor azzal egyet, ugye már pörköt, kicsit kapja oda, már pörkötnek, azért pörköt, mert egy kicsit pörköt legyen. Közben elindult a folklóra színpadon az első fellépő, a Hazai Hagyományőrző Egyesület népdalköre volt, örvendetes módon sok középkorú és fiatalabb asszonyt, illetve lányt bevonva. 36-tól János volt, csak egy kapas lett, az is kapa lett. Büszkék voltak a szakcsiak földjükre, Kuti Mátére, a Pécsi Zeneművészeti Egyetem trombita szakos hallgatójára, aki már most oszlopos tagja az intézet zenekarának, és ezzel a fellépéssel hazatért. Nagyon tehetséges, kiemelkedő trombitás, fiatalemberről beszélünk, úgyhogy ő is igazából már 2015 óta aktívan részt vesz velünk a zenekarra. Egy még kisebb, Szakcshoz képest fele akkora település, Kismányok is az elmúlt szombaton tartotta a falunapját, a település központjában mondhatni idilli környezetben. Az idei hármas jubileum jegyében fogant, és kötelező volt az eddiginél jobb, tartalmasabb programmal kirukkolni. 300 éves a falu, 300 éve van bejegyezve, és 30 éves a római katolikus nagyboldogasszony, amit a helybeli hívek építettek,
és 20 éve alakult október 15-én az Egyesületünk. Ezt ünnepeljük most így mindegyütt. A folklór és a populáris programok száma igazi fesztivál hangulatot teremtett. Kiemelendő a folklór programok közül a kismányoki aprónépek táncegyüttes színpad előtti fellépése. Kosnás Árpád a jelekből ítélve lerakta egy bukovinai székely tánccsoport alapjait. Hétvégén Paksra érkezett a nemzetközi Duna Tour, amelyet idén már 64-szerre rendeztek meg. 8 ország érintésével Ingolstadttól a Fekete-tengerig közel 2500 kilométert eveznek a résztvevők. A legtöbben a Dunamenti országokból csatlakoztak, de volt közöttük amerikai, ausztrál, holland, olasz és svéd evezős is. Szombaton a kora esti órákban érkeztek Paksra a 64. Nemzetközi Duna Túra evezős résztvevői. A Nemzetközi Duna Túra Európa leghosszabb vízitúrája, mely a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig halad. A résztvevők összesen 2455 folyamkilométert eveznek. A Duna túrát vendégül látó városok jóvoltából gyakran a helyi szokásoknak megfelelő meleg étel is várja a nehéz sorsú túrázókat. A paksi partszakaszon 95-en kötöttek ki szombaton, ahol kellemes fogadtatásban volt részük. Az önkormányzat jóvoltából egy vacsorán vehettünk részt, illetve itt az atomerőmű sportcsarnok, atomerőmű kajakkenu telepén tudtunk megszállni. Alpolgármester úr fogadta a népes társaságot, és kívánt nekünk jó utat a továbbiakra. Már szorgosak a táborlakók, kipihenték előző napi fáradalmukat. Vasárnap korán reggel többen már szedték is a sátorfájukat, és útnak is indultak. De van, aki még komótosan reggelizik. Hajóikona jelzés, hogy honnan érkeztek. Legtöbben a dunamenti országokból csatlakoztak, de volt közöttük kaliforniai, ausztráliai, holland, olasz és svéd evezős is. Egy amerikai fiatal, mint megtudtuk, először vesz részt ezen a túrán, Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig megy velük. A felkészülésemet futással segítettem. Otthon Kaliforniában kajak szörfözöm, ott többet a hullámokon, itt pedig több az evezés, túrázás. Vasárnap az egyik leghosszabb magyarországi szakasz várta a résztvevőket. A következő táborhelyük Baján van, 52 kilométert eveznek pihenés nélkül odáig. A Fekete-tengerhez körülbelül egy hónap múlva érkeznek meg. A Nemzetközi Duna túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok. A Tolna-megyei futóatlétikában új fejezetet írt az elmúlt hétvégén Svédországban lezajlott U20-as korosztályú atlétikai Európa-bajnokság. Ketten is maradandót alkottak, a szekszári sportközpont versenyzője Szemerei Levente 3000 méter akadályfutásban végzett a negyedik helyen, a bonyhádi Varga Lőrinc pedig 800 méteres síkfutásban végzett ugyanezen a helyen, komolyan üldözve a bronzérmest. A magyar atlétika szempontjából rendkívül sikeres U20-as korosztályú svédországi Európa-bajnokságon két kiváló Tolna-megyei középtávfutó is hozzájárult a nem várt magyar sikerekhez. Szemerei Levente a szekszárdi sportközpont 3000 méteren induló akadályfutója, valamint Varga Lőrinc a Bonyhád AC 800 méteren szereplő atlétája, ugyanis nem csak a vasárnapi döntőbe jutást harcolta ki az előfutamok során, hanem ott is remekelt mindkét Tolna-megyei atléta. Szemerei Levente tovább javítva egyéni legjobbján, 3000 méter akadályon a mezőny jelentős részét megelőzve nagy előnnyel a negyedik helyen ért célba, mégpedig új egyéni csúccsal, ami 9 perc, 3 másodperc, 8 század másodperc. Varga Lőrinc a Bonyhád AC 800 méteres síkfutója pedig egy remek második 400-zal úgy ért be szintén negyediknek, hogy akár az EB bronz megszerzésére is lett volna esélye, ha gyorsabb az első 400 méter, vagy előbb kezdi meg a hajrát. A két EB negyedik hely messze a legkiemelkedőbb két eredmény Csillag Balázsnak a 2000-es évek elején elért felnőtt Európa-bajnoki hetedik helyezése után a Tolna-megyei atlétikában. Az utánpótlás korosztályban pedig pár játék kitó. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Nyomon követhető a baranyai dinnye, ingyen kóstolót adtak a gazdák Pécsen.
Ellátogatott a sportoldába a balesetet szenvedett focista, a kisfiút folyamatosan segíti nevelőegyesülete. Meglepetés győzelem a kék szalagon, a Racing Django éjfél után ért célba. Beérett a magyar dinnye, már a piacokon, boltokban kínálják a jó minőségű hazai gyümölcsöt, éppen erre hívta fel a figyelmet idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Dinnyetermelők Egyesülete Pécsen. Az ormánsági termést kínálták kóstolásra a Kossuth téren, már 2 éve matrica jelzi, hogy baranyai termelő dinnyéjét vásároltuk meg, idén azt is megtudhatjuk az okostelefonunkkal, hogy pontosan ki ő és hol vannak az ültetvényei. Szeletelik az ormánsági dinnyét a pécsi Kossuth téren péntek reggel. Újra ingyen kóstolót kaptak az arra járók az idei termésből. Volt görög és sárga dinnye is. Ennek páratlan az íze, én úgy gondolom, mert nem az, amit elhoznak éretlenül, hanem itt érik be, és hazai fajta. Ezért keresik egyre többen a magyar dinnyét. Egy matrica és egy mobil alkalmazás segíti a vevőket abban, hogy biztos megtalálják a baranyában termelt finom gyümölcsöt. A fogyasztóktól mindig azt a kérdést kaptuk, hogy na de honnan tudjuk, hogy magyar? Honnan tudjuk, hogy jó a dinnye? Innen jött a matrica ötlete, mert hogy a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének is egy piros-fehér-zöld színek kombinációs logója, és gondoltuk, hogy ezt átalakítva valamilyen termelői azonosítóval létrehozzuk a dinnye matricát, és akkor ez a mostani dinnye jelölő. És mivel ezen csak azonosító számok vannak, jött a következő évben a következő kérdés, hogy na de ez honnan van és kié? Ezt lehet megtudni az applikáció segítségével, amit a Keresd a dinnyést elnevezéssel lehet letölteni jövő héttől. Az idei termés is kiváló, érdemes keresni a hazait, mondja az Agrárgazdasági Kamara helyi elnöke. A minőség szerintem egyre magasabb szintre kerül. Hál' Istennek a termelők már évtizedek óta termelik ezeket a növényeket. Magas szakértelemmel, magas színvonalon termelik, újfajtákat alkalmaznak, vásárlói igényeket meg szoktuk szondáztatni, megnézzük, hogy azért melyik ízlik úgy a vásárlónak, és én úgy gondolom, hogy ezt a termelők ezt átállnak ezekre a fajtákra, ezeket fogják termelni, ami jól eladható, méretbe, ízre, mindenre. A kamara pedig segíti a termelők piacra jutását a saját eszközeivel. Baranyában 150 hektáron termelnek görög dinnyét, 6000 tonna termés várható. További 10 hektáron pedig sárga dinnyét nevelnek a gazdák. Közel 500 milliárdos extra bevételhez jut a Biocom, a pécsi városüzemeltetési cég ingatlan eladásból szerez többletforrást, erről is döntött az önkormányzat pénzügyi bizottsága. A kökényi hulladékfeldolgozó körüli területeit adja el a Délkomnak. Ez a cég látja el ez évtől a hulladékszállítással, feldolgozással járó munkákat közvetlenül, így a Biocomnak nincs szüksége a kökényi területekre. Ezek értéke az ingatlan szakértő szerint 446 millió forint. A két cég között adásvétel formájában cserélnek gazdát a földterületek. Akkor ilyen módon a Biocom értékesíteni tudja a hulladékfeldolgozáshoz kapcsolódó kökényi, modern hulladékfeldolgozó körüli korábban általa megvásárolt ingatlanokat, tehát így ezáltal a Biocom ezeket az összegeket részben akár újabb parkolóhelyek létesítésére, belvárosi parkolási gondok enyhítésére tudja fordítani, részben pedig akár eszközökre, akár a város üzemeltetési egyéb feladat még színvonalasabb ellátására. De ezt a célt szolgálja ez a napirendi pont, és ezért fontos, hogy ez az ingatlan értékesítés meg tud valósulni. Tavaly szeptemberi balesete óta először járt a pécsi sportoldában Gergely Áron. A kisfiú családja rendkívül hálás a nevelő egyesületnek, hiszen nem csak jótékonysági labdarúgó tornát szerveztek, hanem folyamatosan segítik Áron felépülését, és érte is fociznak a gyerekek. 3 válogatottal a soraiban az MLS sportolda U14-es lánycsapata kezdte meg éppen a felkészülést. Taps fogadta Áront, aki szemmel láthatóan örült, hogy újra focisták között lehet. Mint arról beszámoltunk tavaly szeptemberben, Gergely Áron éppen edzésre sietett a pécsi sportoldába, amikor elütötte egy autó. Azóta a sportoldások Áronért is fociznak. Gyánó Lilit, valamint Krisztián Petrát beválogatták a korosztályos válogatottba, Bolboaka Karina pedig meghívást kapott a román és a magyar válogatottba is. Karina a több játék lehetőség reményében a román válogatottságot választotta. Áron
most az ő edzésüket látogatta meg. Gyánó Lili Kaposvárról érkezett Pécsre. Nagyon fontos, nagyon örülök neki. Még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy ebbe rendesen bekerüljek. Ugye még csak a nyugatiba vagyunk benne, 4 csoportra van osztva. Hát nagyon sokat jelent, nagyon örülök neki. A pécsi sportoldában családias a légkör. Természetes, hogy a kezdetektől egy emberként küzdöttek Áron felépüléséért, és gyűjtöttek a gyógykezelésére. Nekünk rengeteg számít, ha Áron megint velünk legyen. Megmondom szintén, az is hoztunk kicsit ide csarnok, hogy megint kicsit visszaemlékszi a régi idő. És december, mikor lesz a nagy nemközi lántorna, nagy remélünk, hogy velünk lesz is, a kezdőrugasért fog végezni. A lányok komoly munkába kezdtek a héten, hiszen tavaly második helyen zárták a Leány U14-es bajnokság délnyugati csoportját, és idén is kemény csaták várnak rájuk. Rendkívül gyenge szélben zajlott az 51. Kékszalag nagydíj első versenynapja. Az első csapata a Racing Django éjfél után ért célba. A Petrányi Zoltán kormányozta katamarán 15 óra 37 perc alatt teljesítette a légvonalban több mint 150 kilométeres távot. Több százan gyűltek össze a Kékszalag céljánál csütörtökön este. Kicsik és nagyok együtt várták a befutó hajókat a kikötőben. A közönségnek 15 órát és 37 percet kellett várnia az első befutóra. Idén Petrányi Zoltán és a Racing Django bizonyult a leggyorsabbnak. A fiúk azt mondták a rajtán, hogy nyugodjunk meg, nem mi vagyunk az esélyesek. Én mondtam, hogy én nem tudok úgy versenyre elindulni, nem az a típus vagyok, aki félváról veszi, úgyhogy már a rajtnál is úgy álltunk föl, hogy mi nyerni akarunk. Idén rendkívül gyenge szélben kellett vitorlázniuk a versenyzőknek. Az időjárás feladta a leckét a Racing Django csapatnak. Is. Így elsősorban a taktikára alapozták a 155 kilométert. Másodikként az MKB Extreme Sailing Team csapata ért a célba 15 óra 53 perces eredménnyel. Hosszú volt a verseny sok helycserével, alapvetően nagyon-nagyon boldogok voltunk nyilván, hogy második helyre sikerült ezt az elég kemény meccset lehozni. Öröm az örömben igazából az, hogy második helyre be tudtunk jönni, mert a végén azért elég elérhető volt akár az első hely is, de sajnos eltaktikáztuk magunkat itt a végén. A Racing Django egy kicsit jobban csinálta a dolgot, de alapvetően nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Mindenki nagy meglepetésére a 13-szoros kékszalag győztes Litkei Farkas a harmadik helyen, amíg a tavalyi abszolút befutó Roland Gébler negyedikként ér célba. Hát az a Rafika érkezik itt vonta kötélen, felvont nagy vitorlával, amelyik már megnyerte a Bódeni Tavi versenyt. A Rafika összetettben ötödik, amíg az egytestű hajók kategóriájában első helyen futott be éjjel egy óra után a célba. A csapat elcsigázottan üdvözölte a közönséget. A Rafikát tartották az egyik legesélyesebb befutónak az 51. kékszalagon, hiszen sorra nyerte az elmúlt hónapokban Európa legnagyobb tókerülő versenyeit. Most azonban nem várt problémába ütközött a csapat. Későn vettük észre azt, hogy hínarunk van, és ezzel egyszerűen egy 20 percet, fél órát mentünk, hogy azt éreztük, hogy lassul a hajó, de azt hittük, hogy eláll a szél, de sajnos nem az volt, hanem az, hogy belementünk egy hínárba, ami nem a víz tetején volt, hanem egy kicsit lejjebb, és csak akkor vettük észre, mondom, amikor utolért a testvérhajónk, vagy legalábbis nagyon közeledett. Európa legnagyobb és legrégibb vitorlás versenye mára egy igazi fesztivállá nőtte ki magát, hiszen az izgalmas verseny mellett a Magyar Vitorlás Szövetség számos programmal is készült az érdeklődők számára. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Fekete hétvége, 14 baleset történt Tolna megyében. Kamion rakterében bújtak el, illegális bevándorlókat fogtak a Tolna megyei rendőrök. Veszélyek a strandon, tolvajok áldozataivá válhatnak a vízparton pihenők. 8 ország, 2500 kilométer, Paksra érkezett a nemzetközi Dunatúra. Kedden délelőtt nagyobb részt napos, illetve gyengén felhős idő lesz, eső nem várható, zömében 30 fok köré melegszik a levegő a délutáni órákra. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!